Üdv újra, itt én Szabó Viktor vagyok, és a mai videóban összegyűjtöttem neked, hogy hogyan válhatsz jelen pillanatban influencerré, úgyhogy minden apró kis titkot megosztok veled, nem vagyok így, hát ezt a tudást nyilván teljesen ingyen fogom nektek odaadni, úgyhogy nincs más dolgotok, mint végignézni a videót, feliratkozni és fizetni a csatornát. Tagság. Mindegy. Hogyha szeretnétek, akkor legyetek csatornatagok. Nem befolyásolok senkit, de ők több mint 100 videót most már megkapnak. És igen, első és legfontosabb, mindig úgy nyisd a videót, hogy már rögtön promózz valamit. De ez már egy haladóbb szín, szóval még nem ezzel a tippel fogjuk kezdeni, hanem kezdjünk is a legelső műfajjal, ami a legkönnyebb és legkevesebb energiabefektetést igényel, a vlog. Most jelen pillanatban YouTube karrier tök könnyű vloggerkedéssel építeni. Van pár kritérium, persze, hogy minek kell megfelelni. Elsősorban lehetnek ezek egyébként napi vagy heti vlogok, szóval a rendszerességet te szabod meg, nem oszt, nem szoroz. Mindenképpen legyenek érdektelenek a témák, tehát semmi izgalmat ne rak, semmi meghökkentő dolgot, semmi érdekes vagy vicces dolgot ne rakja a vlogba. Legyen teljesen érdektelen az egész, mondjuk újítsd fel a konyhád, és ezt vlogold le, lehetőleg legyen 2-3-4 rész, vagy költözz el, vagy pedig vlogolj úgy, hogy az elején arról beszélsz, hogy éppen elromlott a telefonod, és hogy szervízbe volt, és stb. Szóval ezek szerintem nagyon jól működnek jelenleg a magyar YouTube-on, bár nem értem miért, de ezzel kezdhetsz. Szóval a lényeg, srácok. Ma nem volt videó. Ma nem volt videó azért, mert ugye elromlott az iPhone-om, kicsit beázott, pedig rá van írva, hogy vízállóban meg. Szóval kicsit beázott, emiatt ugye el kellett mennem a szervízbe, és ugye az van, hogy most így nem lesznek vágóképek arról, hogy hogy raktuk össze a konyhabútort, viszont megmutatom nektek, hogy nem jól rakták össze, szóval számomra hihetetlen, hogy kivizetezi valak pénzt, és nem jól rakják össze. Szóval, ja, ha tudtok jó bútor szerelő embert, akkor mindenképpen szóljatok nekem, ide kommentben jöhet. Na, most láthatjátok, hogy ez a szekrényajtó itt nem pontosan illeszkedik ugye oda a szegélyhez, ahova kéne. Szóval ez van, ez hihetetlen, hogy manapság így munkásokat így... Ezt tudják? Na fasz! A lényeg viszont, hogy ne fektess bele nagyon-nagyon sok energiát, hiszen ezeket napi-heti szinten kell előállítanod, nehogy elfáradj benne, úgyhogy semmiképpen ne told túl, illetve jegyezd meg, hogy mindenképpen rólad kell, hogy szóljon a vlog. Minél többet látszódj benne te, az arcod, ne érdekeljen az, hogy egy szép helyen vagy, te vagy a lényeg, te vagy a sztár, a youtuber, szóval mindenképpen magadat helyezd előtérbe. Emellett pedig, ha profi vagy, akkor minimum egy darab szponzor kap helyet a videóban. Ezt is próbáld meg minél érdektelenebbül és minél rosszabbul bemutatni, hiszen ha már kifizetett egy valag pénzt a cég, úgyse fogja megnézni a videódat, meg amúgy is kit érdekel most egy random üdítő ital márka. Rakd bele a videóba, ebbe se rakj olyan sok energiát, hiszen minden hétre jut egy szponzor, minden videóba jut egy szponzor, nem éri meg mindegyik szponzorral sokat foglalkozni. Ja, és egyébként ezt a videót a X-szó támogattam, köszönöm szépen nekik, fruity, tutti fruity ízű, még nem kóstoltam, de szerintem próbáljátok itt is, és a fecske 12 kuponkóddal tudtok ilyet rendelni, mindenképpen kóstoljátok, higgyátok, szeressétek, fogyasszátok, nagyon jó. Emellett pedig plusz egy bónusz extra tip, flexelj a pénzeddel. Az mindig bejön, azzal mindig lehet jó vlogokat csinálni. Mindenképpen hangsúlyozd ki, hogy neked milyen sok pénzed van, mennyivel felsőbbrendűbb vagy, mint a néző. Mivel nagyon sokat szoktam repülni külföldre, így beszereztem ezt az új táskát, 45 ezer millió forint volt. De igazából ez csak azoknak jó, akik ugye napi szinten, heti szinten repülnek első osztályon, mint ahogy én szoktam. Szóval ti, akik nem repültök olyan sokat, nem utaztok olyan sokat, mint én, nem láttok olyan szép helyeket, mint én, nem vagytok olyan szép helyeken, mint én, ti ne vegyetek ilyen táskát, nem tudom ajánlani nektek, viszont nekem nagyon jól fog jönni, hiszen, mint mondtam, rengeteget repülök, rengeteget utazok, rengeteg szép helyen vagyok, és imádom az egészet. És mivel nekem van sok pénzem, így megteltem, hogy vegyek ilyen drága táskát, szóval, ja, igazából én tökre szeretni fogom ezt, és nem sokára utazunk Majorkára, és ti mondjátok meg majd, hogy melyik étteremben kajáljunk. Úgyhogy mindenképpen tartsatok velem, kövessetek Instán, de csak akkor, ha lányok vagytok, és Tali ott a következőben. Köszi!
Viszont a vlogokhoz ugye néha kell azért pár saját ötlet is. Nyilván mértékkel mondom, minél kevesebb energia és idő, annál jobb lesz a vlog. Hogyha nem szeretnél saját ötleteket kitalálni, akkor következő út, ami neked való, másolj le Mr. Beast videókat, vagy Mr. Beast videó ötleteket, vagy a Mr. Beasthez hasonló tematikájú videókat, például olcsó vs drága, vagy bármilyen ilyen kihívás videó, vagy akármi, szóval másolj külföldi videókat, lehetőleg stílust, mindent lopj le, úgyhogy ez is egy nagyon könnyen járható út. Én természetesen azt ajánlom, hogy inkább a vlogok, hiszen azokban mégiscsak kevesebb energia és idő kell, azért itt Mr. Beast videóknál kicsit többet kell vágni, kicsit többet kell effektelni, nyilván ez kicsit több idő. Sajnos a jó videóknak ára van, néha többet kell velük foglalkozni, de ez is ugyanúgy hozza neked majd a temérdek pénzt. A következő videótípust úgy hívom, hogy 24 órás kihívás videók. Tulajdonképpen ezek is hasonlóak az előző ponthoz, egy Mr. Beast videóhoz. Itt viszont az a lényeg főként, hogy nem számít, mi a témája a videónak, nem számít, hogy miről szól. Itt sem kell bele tartalmat raknod, csupán csak nagyon sok vágókép, nagyon sok effekt, nagyon sok mém kell bele, már is működni fog, hiszen annyi inger ér ezeknél a videóknál, hogy el is felejtem, hogy amúgy nem szól semmiről, úgyhogy ez is egy nagyon jó videótípus, nagyon hálás, hiszen nem kell ötletet kitalálnom, elég csak egy címet, egy jó indexképet kitalálni, és leforgatni pár óra alatt egy ilyet, nem kell ott maradni 24 óráig, nyilván ez kamu, szóval ja, de ez is nagyon jól működik jelenleg a magyar YouTube-on. És ide tudnám egyébként sorolni a kajakóstolós videókat, szóval menj be egy kínai boltba, vegyél meg mindenféle kínai kaját, és akkor azokat meg lehet kóstolni. Igazából a kóstolós videók nagyon jók, hiszen mondhatsz bármit az ételre. Tehát most érted, oda raksz egy kínai kaját, mondhatsz bármit, a néző nem tudja lecsekkolni, meg amúgy is a szag se jön át, szóval egy csomó mindent el tudsz túlozni, és rá tudsz játszani, tudsz kamúzni tulajdonképpen ezekben a videókban. Végtelen lehetőséged van kamúzni, szóval ez egy tök jó dolog. Te magad tudod a vágással meg mindennel úgy testre szabni a videót, hogy egy izgalmas, élvezhető content legyen, de közben elfelejtse ugye a néző, hogy nem néz semmit. Üdvben a videóban a mai nap az lesz az érdekes, hogy fekete kajákat fogok csak enni. Úgyhogy tartsatok velem, nagyon izgalmas kihívásnak ígérkezik, viszont tudjátok, hogy sötétben minden kaja fekete. A következő pont, hogyha gaminggel foglalkozol, akkor érdemes a Mr. Beast-es technikát alkalmazni gaming videók esetén, hogyha van valami challenge, akkor azt szépen lefordítod magyarra, és megcsinálod. Nem muszáj eredeti ötleteket belerakni, elég csak egy az egybe lekopizni itt is a külföldieket. Hát ki az a Dream? Egész jó videói vannak. Milyen jó ötletek. Viszont ugorjunk tovább, mi van, hogyha neked nincs kedved témát és videó ötletet kitalálni? Hát ilyenkor jön az, hogy megdolgoztatod egy kicsit a közönségedet, és megkéred, hogy mondjuk írjanak neked ciki sztorikat, parasztorikat, vagy bármilyen sztorikat. Ezeket elég neked felolvasnod és szörnyűködnöd rajta, és így hitetlenkedni, hogy Jézusom, hát ez megtörtént veled, ez nagyon durva. Szóval igen, hagyd, hogy a közönséged gyártsa helyetted a tartalmat, akár ide sorolhattam a Q&A videókat is, mindegyik nagyon jól működik, és nem sok energiát kell belefektetni, igazából egy alapközönség kell hozzá, és őket megkérni, hogy szépen dolgozzanak helyetted. Legjobb amúgy, legjobb. Következő para... Para rémisztő sztori. Para, keresünk egy videóst, aki csinált ilyet, és szépen. Én egyszer elmentem a boltba chipset venni. A boltban már láttam, hogy valami nem stimmel. Elkezdtem keresgélni a választékok közül, majd arra lettem figyelmes, hogy nem volt hagymás tejfölös. Nagyon para, nagyon para. Porcukor, félelmetesen aranyos. Reszketek, remegek. Növény, kiskutya, ezek női jelenlétre utaló jegyek. Bátor, nagyon bátor. Bátor. Ebben a videóban az emberek helyes írása a legfélelmetesebb. Egyszer, amikor nagyon kicsi voltam, olyan 2021 körül, egyik éjszaka egyedül voltam otthon, és megkívántam éjkrémet, gondoltam eszem egy picit, bár a szüleim soha nem engedték, hogy este egyem. Amikor kértem a konyhába valamilyen érdekes zugást hallottam, és egy jeges leheletet, ezt annyira félek, ezt nem bírom végigolvasni. Nagyon beparáztam, srácok, nagyon.
Szerintem dobjatok egy lájkot és egy feliratkozást, és akkor nem fogok félni. Meg sok pénzem lesz. Következő tartalom típus... Rend videók. Még mindig működnek, még mindig lehet őket csinálni, szóval ha valamelyik youtuber csinál valami rossz dolgot, vagy valamelyik trash celeb, akkor nyugodtan rárepülhetsz és elmondhatod a véleményed, hogy ez rossz, ezt ne csináljátok, ez nagyon durva, ez nagyon ciki. Ja, mindenképpen ezeket el lehet mondani. Igazából nem kell a videódat feldobnod, semmi, elég egy facecam, meg elég az adott videó, és akkor nyomathatod. Nem kell ebbe se túl sok kreativitást rakni. De nem azzal van a baj. Nem azzal van a baj, hogy ő ezt megcsinálta, hanem hogy így csinálta meg. Meg miért? Érted? Most pont 2022 van. Ilyenekkel kell foglalkozunk a magyar interneten. Hihetetlen, b***d meg. Nem hiszem el, hogy jelen pillanatban ez a legnagyobb, a legfontosabb téma. Szerintem hülyeség. És most mindenki erről csinál videót, mert nézettséget akarnak. Tehát erről csinálni videót szerintem hülyeség. Hülyeség erről videózni. Ez nem ér meg egy videót. A következő a reakció videók. Ezt nyomhatod úgy is, hogy simán beraksz egy külföldi érdekes viral videót, és arra reagálsz. Annyira nem kell ebbe se sok energiát befektetni, elég csak néha elmondanod, hogy mit látnak a képen, és itt is játszhatsz a reakcióiddal, hogy úristen, hát ez hihetetlen, hogy ez történik, látjátok? Szóval, hogy profi vagy, reagálhatsz más dolgokra is, például gyakori kérdésekre, vagy esetleg mémekre. Mindkettő nagyon jól működik. Kicsit az előző pontokhoz tudnám hasonlítani, hogy itt is tulajdonképpen más megcsinálja helyetted a tartalmat, és neked csak ott kell ülni, és reagálni kell rá. Ez is nagyon hálás műfaj, és csak is ajánlani tudom. Sziasztok, én T-Elek vagyok, és ebben a videóban reagálni fogunk egy iPhone összetörős videóra. Nem hiszem el, hogy ez megtörténik. Ó, vajon sikerül-e majd összetörni ezt az iPhone-t? Szerintetek? Írjátok meg kommentbe, hogy szerintem sikerül-e összetörni az iPhone-t. Szóval, ja, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok feliratkozva, és következő 10 000 like-nál, következő videóban megnézzünk egy Samsungot. Szóval, vajon sikerül? Nem hiszem el. Hát ezt nem hiszem el, hogy sikerült. Ne, jön a kalapács, hihetetlen. Most kalapáccsal fogja, és nem, és betört, és tudjátok ti, milyen drága egy iPhone, ez összetörte. Hihetetlen ez a videó, én magam is nagyon jól szórakozom, hihetetlen. Mi van akkor, ha nem csak youtuberkedni szeretnél? Hát összegyűjtöttem Instára is 1-2 pontot, az Instagram nagyon egyszerű és nagyon, nagyon buta közösségi oldal, úgyhogy ott nincs más dolgod, mint face-appal kicsit feljavítani az arcot, hogy te is nagyon gyönyörűséges legyél így a social médiában, illetve ott is a szponzorposztok elvállalása, lehetőleg abba se túl sok kreativitást, hogyha megkeres egy adott cég, akkor kérd meg őket, hogy írják meg helyetted a szöveget, és azt egyszerűen csak kimásolod, bemásolod és csá, szóval nem kell ezekkel se nagyon sokat foglalkozni, illetve mindenképpen nézd le a követőid, ők nyilván egy sokkal lejjebb lévő közösség, és mindenképpen te vagy ott is az alfa. Hogyha már eljutottál egy bizonyos követő számig, akkor mindenképpen készíts egy saját márkát. Lehetőleg a márkád az vagy AliExpressről, vagy eBayről, vagy ilyesmi helyekről rendelje be a cuccot, és azt címkézd fel sajátodra, és add el. Plusz még, ha nagyon expert influencer akarsz lenni, akkor mindenképpen cseszd át a nézőid, néha hazudj nekik, néha kamúzz egy-két dolgot, meg bónusz extra, hogyha még le is nézed őket, és még a kommentekben is bunkó prali vagy, akkor az nagyon jól tud működni. Így is több százezeren fognak követni, úgyhogy ennyi. Max egy kis negatív hírverésed lesz a Redditen, de ez is csak arra jó, hogy plusz extra kontenteket generálj magadnak, meg kifakadj Insta sztorikba, hogy téged már megint betámadtak a Redditen. Szóval ezek is nagyon jól működnek. És ennyi elég is az Instából, viszont ha neked nem jött be egyik se, tehát nem jött be a YouTube, nem jött be az Insta, akkor még mindig elmehetsz TikTokernek vagy Twitch streamernek, ezek is nagyon jók, ezekbe se kell sok energia, ugye nyilván TikTokon csak lelopsz egy viral trendet, és megcsinálod ugyanazt, szóval ahhoz se kell nagyon sok minden, illetve Twitchen is csak dumázgatni kell meg játszani, szóval ezek sem igény
igényelnek olyan nagy energiabefektetést. És még itt van pár extra tipp a nagyon-nagyon haladóknak. Első és legfontosabb, hogyha nem mennek ezek a dolgok, nem jöttek be, akkor mindenképpen végezz el valamilyen influencer, vagy youtuber, vagy instagrammer képzést, és ezek 100%-ig alá tudom támasztani, hogy segíteni fognak, bár én nem végeztem ilyet, hát látszik is, csak 8000 követőm van, szóval ja, lehet nekem is el kéne egy ilyet végezni. És még bónusz tippek, hogyha nem elég a webshop, nem elég a merch, nem elég semmi, akkor csinálhatsz pénzt mondjuk azzal, hogy energiaitalt készítesz. Nincs még elég energiaital a hazai piacon, úgyhogy belefér még egy. Ja, lehetőleg ez is tutti-frutti ízű legyen, mert hát mindegyik energiaital tutti-frutti ízű. Hogyha nincs ötleted reklámra, akkor külföldről egy-kettőt le tudsz kopizni. Ja, ez is működik itthon. A legvégső, a legexpertebb, ezt tényleg csak a nagyon profik csinálják, úgyhogy ha te nem vagy nagyon profi, akkor itt nyomd ki a videót, de előtte lájkolj, meg iratkozz fel, meg kommentelj, szóval a tényleg nagyon hardcore profik könyvet írnak, lehetőleg olyan könyvet írj, ami rávilágít arra, hogy te is egy egyszerű ember vagy, neked is vannak érzéseid, mert hát ugye a social médián nyilván nem adod át ezeket, nyilván ott ugye felhúzod a kamu karaktert, mint mindenki, és ja, szóljon erről a könyvet, hogy te is egy ember vagy, te is hibázol, vannak kudarcaid, vannak gyengeségeid. Ja, én is már írom a saját könyvemet, nem még mi lesz a címe, valami nagyon jó címen gondolkozok, így a youtuber sémákon gondolkozok például. Mi az, ami hirtelen eszembe jut például? Gondolkoztam azon, hogy én is ember vagyok. Én is olyan vagyok, mint te. Ez mondjuk egy jó cím. Én is olyan vagyok, mint te. Mindenképpen írd a könyv borítóra, hogy hányan követnek, lehetőleg add össze az összes platformot, úgy a legviccesebb, mert úgy egy nagyon nagy szám fog kijönni. Ez nagyon jó kérdés. Még senki nem tette fel nekem a kérdést, ezt a kérdést. És a válasz egyszerű rá. Nagyon... Igazából egy legenda vagyok, ezt nem kérdőjelezi meg senki, egy legenda. És kurva sok pénzem van, geci jól nézek ki. Szóval mindenem megvan, amire mások vágynak, de egy dolgot én sem kaphattam meg. 9 éves voltam, és egyszerűen nagyon nehéz volt így felnőni. Nem volt nagyon pénzünk így, ételre. Édesanyám 2 műszakban dolgozott. Nekem korán véget ért gyerekkorom, fel kellett nőnöm. Én tartottam el a családot. A minden egyes forintért a 2 kezemmel dolgoztam. És nem volt gyerekkorom, és ezt nagyon-nagyon sajnálom. Úgyhogy írtam egy könyvet, arról, hogy legendáknak is. Azért nekem is vannak érzéseim, szóval úgy tűnik így a internetes közösségi médiázásból, hogy ez így ne lenne. Azt látjátok, hogy utazok, tökéletes vagyok, szponzorok, jaktot sokszor láttok videóimban. Szóval azt látjátok, hogy kurva jó vagyok. Jó vagyok. De nem látjátok azt, amit nem akarom, hogy lássatok. Úgyhogy írtam egy könyvet, legendák is sírnak néha. Vegyétek meg, mert kurva jó könyv. Hát én írtam, szóval kurva jó. Már elérhető a könyvem a Legendák is sírnak néha címmel. Minden könyvesboltban, csak 3999. Ilyen vagyok. Annyit adok nektek, mint influencer. Szeressetek. És ja, nagyjából ennyi. Hogyha szeretnél influencerré válni, akkor ez a videó mindenképpen tud neked 100%-ban segíteni. Teljesen ingyen adtam neked, úgyhogy nagyon jó fej vagyok, te pedig cserébe iratkozz fel. Köszi szépen, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy így a végére átjött azért, hogy elég sok irónia van ebbe. Nyilván ezek a tartalmak bizonyos dolgok miatt működnek, és már többször is felszólaltam ezek ellen, viszont lehet itt a YouTube-on értelmes és izgalmas kontenttel is befutni, úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy ne add lejjebb. Kicsit lehet, hogy hosszabb lesz az út normális kontenttel, de szerintem jobban megéri.
Legalábbis most így gondolom, aztán lehet, hogy jövő héten találkozunk egy kajakóstolós videóban, meg csinálok egy napi vlogot arról, hogy éppen vettem új HDD-t, és hogy milyen jók, és megköszönöm a Tutti Frutti szponzornak. Köszi szépen, hogy megnézted, találkozunk legközelebb, ciao!